Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Mint az asztalon is láthatják önök, egy kis sportról lesz szó, nem is kis sportról, nagyon különleges sportról, nagyon érdekes sportról, de engedjenek meg felvezetésként egy személyes emléket. Talán úgy 2 éve történt, hogy egy edzőterem öltözőjében arra lettem figyelmes, hogy egy hölgy az edző ruhájához nem tornacipőt vesz, mint más, vagy edzőcipőt, sportcipőt, hanem magas sarkú cipőt. Meglepődtem, de mivel láttam, hogy nagyon népszerű, és mindenkivel nagyon kedvesen beszélget, vettem a bátorságot, és rákérdeztem, hogy ugyan már te miért magas sarkú cipőbe mész edzeni? Ekkor beszélgethettem először Szabó Farkas Villa Fitness anyukával, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Köszöntelek, Csilla, és köszöntöm a tévénézőket is. Az látszott már ott az öltözőben, hogy népszerű vagy, hogy közvetlen ember vagy, hogy nagyon szereted az embereket, és szívesen beszélgetsz mindenkivel. Így aztán tényleg nagyon könnyen megismertük egymást. Ugyan itt a Fehérvár Televízió stúdiójában a történetedet már egyszer elmondtad, így olyan mélyen már nem megyünk bele, de azok kedvéért, akik nem voltak velünk akkor, nem látták Látrányi Viktóriának ezt a riportját, azok kedvéért érdemes elmondani, hogy honnan is indultál, amit majd azért képpel is tudunk bizonyítani, illetve az is látszik majd a képen, amit kollégáim megmutattak, hogy hová is jutottál. Nos, tehát, hogy is lettél te fitness versenyző? Igazából a történetem az elég régre nyúlik vissza. A Vikivel készített interjúban ott már elmondtam, vagy beszélgetés alatt elmondtam, hogy 8 évvel ezelőtt én 105 kiló voltam, tehát 104-105 kiló. És nem izomból. Sajnos nem. Sőt, inkább nem is azt mondom, hogy sajnos, mert jobb az, hogy nem izom, mert az már egy kicsit monumentális lenne egy nőnek. A kislányom, azt kell rólam tudni, hogy nagyon fiatalon lettem anyuka, és amit ugye egy percig nem bánok, mert nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és hát mivel, hogy fiatalon lettem édesanyja, így a hormonháztartásom hát egy kicsit megbosszulta a dolgokat. Nagyon-nagyon szépen összeszedtem magamat, 105 kilóval mentem szülni. Igazából szülés után néhány kilóval voltam könnyebb csak, de ezt a versenysúlyomat egy 7 éven keresztül tartottam is. Minden erőfeszítés ellenére. Igazából a sorsfordító az az volt, amikor ugye a kislányom az első osztályba került. Ugye ott sporttagozatba irattuk, mert nagyon-nagyon szeretett úszni. 3 éves korától úszik a kislányom, és hát a sporttagozat az azt hozta magával, hogy ugye sportrendezvényeket szervezett az iskola, ahol a szülő és a diák együttesen vett részt ezeken a rendezvényeken. Hát mondanom se kell, hogy a kis 105 kilommal a zsákba futás annyira nem az én asztalomból, semmilyen egyéb ilyen csapatsport. Így azt hozta meg a törést igazából, és ott gondoltam azt, hogy hogyan lehetek én a gyermekem részére követendő példa, hogyha én magam sem úgy élem az életemet, hogy a sport a mindennapjaim részét képzi. Tehát attól, mert egy gyönyörű dolog megtörténik egy nővel, hogy édesanyja lehet. Persze az első 3-4 évben tényleg a gyermekre fókuszál, meg hogy az egész családi képet ugye ki tudja alakítani, az egész családi élet ritmusát, de utána én azt gondolom, hogy a kis felszedett plusz kilókat, azt nagyon-nagyon szépen, tudatosan, egy nagyon-nagyon tartható életformával vissza lehet csiszolni. Úgyhogy hát ott jött, abban az időben jött ez a nagy elhatározás, nem az, hogy fitness modell leszek, hanem csak az, hogy néhány kilótól meg kell bizony szabadulni, mert hogyan is van ez, hogy bort iszok és vizet prédikálok a gyermekem felé. Így hát mindenféle diétába belekezdtem, borzasztó sokba, tehát ez az önsanyargatás tetőfoka volt. Igazából volt, hogy 3 nap alatt tettem egy kefírt, mindenféle Atkins diéta, káposztali diéta, mindent kipróbáltam. Hát nyilván, mivel a diéta, tehát benne van a nevében is, hogy diéta, időszakos dologról van szó. Időszakosan addig, amíg csináltam, ez nagyon jól működött, nagyon kis látványos volt, de amint visszatértem a normál étkezésemhez, vagy az addig, azelőtt folytatott étkezésemhez, nyilván
többszöröse visszajött, és mindig ez a csiki-csuki. Lement 10 kiló, visszajött 15, lement 5 kiló, visszajött 7. Ezt és sokan ismerjük szerintem. Igen. Mielőtt folytatnánk ezt a folyamatot, most itt hagyj kérdezek bele a közepébe. Egy nőtől ilyet nem élik kérdezni, de egy fitness versenyzőnél még a versenyeken is elhangzik. Most hány kiló vagy? Most 67. 67 kiló vagyok. Ez volt a versenyen is, a legutóbbi versenyen? Nem, a legutóbbi versenyen 63,7 kiló voltam. Ez ugye egy vízhajtott állapot, most azért van rajtam egy néhány kiló víz. De hát azért szépen visszakerekedek. Csupa izom, az eredmény az gyönyörű, ezt igen, igen, láthatjuk. Viszont a tavalyi versenyszezonomban viszont 54 kiló voltam. Na, ez lesz majd a következő, úgyhogy most menjünk vissza oda a történetre, mert nyilván, hogyha valaki eldönti, hogy megpróbál megszabadulni néhány kilótól, akkor keresi azt az étkezést, azt a táplálkozást, ami neki segít, illetve keresi azt a mozgást, de véletlenül sem gondol arra, hogy olyan testet tud magának csinálni, mint amilyet neked sikerül. Hát álmaimban sem gondoltam volna, hogy ez valaha sikerül, vagy hogy ennek részese lehetek, és ezt megélhetem, és majd később az életformám már válik, tehát a mindennapjaimat képzi. Hát, mint említettem, rengeteg kudarcba fulladt diéta után volt egy időszak az életemben, amikor úgy ilyen 90 kiló környékén jártam, tehát azt tudtam tartani ezt a 85-90 kilót, akkor úgy gondoltam, hogy már valami sport felé kellene orientálódni, mert ugye azt tudni kell, hogy én amellett, hogy diétáztam, mindenféle diétát kipróbáltam, nem sportoltam. És ugye mert én mindenütt azt olvastam, hogy 70-80% az étkezés, és 30-20% a sport. Ez így is van, ténylegesen, de nyilván kell tényleg a sport. Tehát ez a heti 3 alkalom, 4 azért illő, de ha csak heti 2-re van időnk, azzal is nagyon-nagyon sokat teszünk az egészségünkért, illetve a csontjainkért, izmainkért, meg hát a saját magunk lelki üdvéért, hogy úgy fogalmazzak. Lekerültem a JVSC vízitelepre, ott elkezdtem evezni. Ez tökéletesen beleillett. Igen, beleillett az egész kis világomba. Egyrészt rák a csillagjegyem, tehát vízjegy vagyok, a víz tisztít. Egyébként is van a víznek nem csak fizikális tisztító ereje, hanem lélektisztító hatása is. Csapatba kezdtem el az evezést, mert sárkányhajózni kezdtem. Ugye a mozgásforma az nagyon-nagyon jó volt, mert egyrészt kardióbedzés forma volt, viszont iszonyatos izommunka is volt benne. Így, és nagyon hát, jó hangulat, hát, sárkányhajóban ez adott. Peregtek le rólam a kilók, nagyon-nagyon jó volt. Közben egy nagyon ismert, hát most már nem is tudom, táplálék, nem is kiegészítő, hanem egy márka, amit nem mondunk igen, ki. Igen, amit nem mondunk ki. Termékeit elkezdtem fogyasztani, nagyon-nagyon jó volt. Az első 23 kilómat ténylegesen velük, az ő termékeik segítségével sikerült leadnom, viszont nagyon-nagyon egyoldalú volt. Mármint úgy egyoldalú, hogy nem képezte sem tejtermék annyira, sem zöldségféle az étrendemet, és hát ez egy idő után semmilyen táplálékkiegészítőt nem szedtem hozzá, vitaminokra gondolok itt, így egy idő után nagyon kifacsart a szervezetemet, illetve bekövetkezett egy váltás ugye az életünkbe, megismertem ugye a férjemet, és kiköltöztünk Tirolba, kint éltünk, ott ugye az evezést azt ebbe kellett hagyjam, mert a hegyek között nem tudtam, illetve a táplálkozásom is annyiban módosult, hogy azt tettem, ami éppen elkészült. Tehát nem volt olyan tudatos, nem is volt elérhető ott ezek a tápanyagok, vagy ezek a táplálékok, amiket én fogyasztottam, úgyhogy hát nagyon szépen vissza is jövögettek a kilók. Újra ez a 85-90 kiló voltam, majd 4 év után hazaköltöztünk ugye ide Fehérvárra, és hát újra nekiugrottam ennek a történetnek, mert nem éreztem jól magam a bőrömben nyilván,
és akkor már sokkal tudatosabban elkezdtem konditerembe járni. Ott a konditerembe lett egy nagyon jó edzőm, aki elindított ezen az úton. Ő csinált nekem egy nagyon szuper étrendet, ami élhető, és akkor jöttem rá, hogy nem diétákat kell tartani, hanem tényleg életmódot kell váltani, de úgy életmódot váltani, hogy nem az, hogy most már soha többet nem eszek ilyet, meg nem eszek olyat, meg nem eszek ezt, hanem szépen az alapanyagokat meg kellett tanuljam felcserélni olyan dolgokra, ami az én kis életembe, illetve a családom életébe, ez beépíthető volt. Hát ez nagyon jól sikerült is. Ekkor kezdtél el egészséges ételeket főzni, amire majd később visszatérünk, hiszen így van, ha már zászlóvivője vagy. Akkor kezdtem el ezeket az ételeket, vagy ételrecepteket kidolgozni, áttért teljesen az egész családom, nem csak a férjem és a kislányom, hanem a szüleim is, tehát édesanyám, a testvéreim, tehát tényleg ők is, pedig nem mondtam, nem erőltettem rájuk, csak hát látták a hatását. Egy évig körülbelül edzettem együtt az edzőm, amikor mondta, hogy a tavaszi szezont nem ezt szeretném megpróbálni, mint versenyző, tehát versenyezni. Mondtam meg, hogy Tomi, mit versenyezzek, nem értettem. Milyen sportákban? Mire gondoltál? Hát bikini modellként, mondom, tessék. Mondom, ugyane, nagyon szépen alakultam, tényleg bementem ott a kis krinolin lábakkal, meg a virsli karokkal, és azért egy év alatt nagyon-nagyon szép vázizomzat alakult ki. Ugye az izmok emlékezőek, nem tudom, mire emlékezhetett az előző életemről, de gyönyörű szépen, gondolom az evezés azért egy jó 3 évig rendszeresen sportoltam, azért heti 3-szor, és nagyon szép vázizomzat alakult ki. Ugye a fedés az szépen puszolódott le, ahogy tisztult az étrendem, ahogy nagyon szépen időzítve ettem, megtanultam, mi az a vércukrot folyamatosan egy szinten tartani, tehát tényleg nagyon sok dolgot, irodalmat, szakirodalmat olvastam hozzá, és hát megpróbáltuk a tavaszi szezont, hát egy aranyérem eső volt. Az én legnagyobb meglepődésemre, és hát mérhetetlenül büszke voltam magamra, és annyira beszippantott ez az egész, hogy őrület. Aztán ugye jött sajnos ez a COVID. Járványhelyzet. Igen, járványhelyzet, amikor ugye egy hónapot ki kellett hagyjak az edzéssel, illetve egy hónapot én nem mentem önszántamból, mert hogy vagy van terem, vagy nincs terem, tehát nem is, tehát 2 hónap kimaradt így a tavasszal az aktív konditermi edzésekből. Attól függetlenül én tartottam a kis étrendemet, tehát ugyanúgy egészségesen táplálkoztam, annyi különbséggel, hogy reggelente futottam, meg otthon gimnasztikáztam, tehát otthoni edzésformát választottam, gumikötél, súlyzók, kézi súlyzók, egyéb dolog segítségével, majd, mikor már ez a járványhelyzet egy kicsit megcsillapodott, akkor úgy gondoltam, hogy elindulok az őszi versenyeken, de valami belső hang azt súgta, hogy egy szintet kell lépjek. És ez a szint lépés, ez úgy éreztem, hogy váltanom kell termet is, és edzőt is. Mert nagyon tisztelem, becsülöm a Tomit, nagyon-nagyon ügyes, de valahogy már én úgy éreztem, hogy kimaxolt ő. Tehát másak voltak az elképzeléseink, és valahogy nem egyezett a kettő. Nagyon szeretem most is a Tomit, meg azért szoktunk néhány szót váltani, de hát ennek meg kellett történnie, így beállt egy változás az életembe, ugye termet váltottam, illetve edzőt, ugye most a Hebó Bálinttal edzünk együtt, ő készített fel az őszi szezonra, hát talán azt lehet mondani, hogy eddigi sportkarrierem, ha lehet így mondani, vagy kezdődő sportkarrierem, egyik legszebb formájával mentünk. 2 versenyen indultunk, a Fit Parádén, ez egy nagyon nagy volumenű verseny itt Magyarországon, illetve a Superbadin, az is hasonlóképpen hatalmas volumenű verseny. Azt lehet mondani, hogy így a testépítés világába ez a 2 verseny az, ami tényleg ilyen Superbadi és Fit Parádé. A Fit Parádén 2 kategóriába indultam, a Fit Anyákba, illetve a Fit Mam
elnevezésű kategóriába és a Sport Lady-be. A Fit Anyák kategóriájába, a Fit Mom kategóriába ott 6. helyezést értem el, oda már én túlizmos voltam, tehát ezért lejjebb pontoztak a bírók. Nagyon-nagyon igazságos volt, meg tényleg nagyon színvonalas volt a verseny. Abból, hogy tényleg járványhelyzet van, abból egy szemennyit sem éreztettek velünk a szervezők, nagyon szépen ki voltak alakítva a backstage-be a kis várakozó helyek, tényleg le a kalappal előttük. Illetve a Sport Lady kategóriába pedig ezüstérmes lettem, 2. helyezett. Erről a versenyről még azt is kell tudni, hogy ez már azért nem az az amatőr színpad. Tehát ez már egy profit, prókártyákat lehet megnyerni, itt kvalifikálni lehet különböző külföldi versenyekre, illetve nagyobb versenyekre. Itt azért már a komoly testépítésé a főszerep, tehát komoly izomzat, nagyon szépen felkészült versenyzőkről van szó, gyönyörűen pózolnak. Hányan voltatok? Rengetegen. Sokan voltatok? Rengetegen. Tehát nagyon népszerű ez a sport? Népszerű. Magyarországon? Így van. Illetve a Superbody, a másik verseny, ami most volt egyébként 7-én, tehát nem egész egy hete konkrétan, ott a top 5-be sikerült bekerüljek, ott body fitness kategóriába indultam, ugye az már az izmosabb kategória, ott már nagyon-nagyon számítanak a szépen kidolgozott izomzat, tehát a szépen kidolgozott izmok, ott már egy szárazabb formát kell vinni, de még mindig a nőies vonal, tehát még nem a női testépítés, ez a bikini fizik kategória, ahol ilyen monumentális izmok vannak, hanem azért itt nőies, de már komoly izommunka van. Tehát komolyan megformált izmok. Nagyon-nagyon erős kategóriába indultam, tehát tényleg olyan versenyzőkkel álltam színpadon, akik még tényleg számomra ikon, példakép. Nagyon erős volt a mezőny, de így is a top 5-be sikerült bekerülni, 5. helyezést értem el, jövőre ugyanúgy fogok indulni. Tehát ezt most már látjuk, hogy honnan, hova jutottál, de hogy ez milyen út volt, azt igazából azért nem látjuk, mert azt nagyon kevesen tudják, hogy ti milyen életet éltek, amikor versenyre készültök. Tehát pont a Covid miatt mi úgy vesztettük el a fonalat, ugye beszélgettünk sokat, hiszen a Vörös Marti Rádió műsorsorozatában ott voltál, és követtük az első versenyeidre a felkészülést. Ott azért már úgy tudtuk, hogy időnként ott is fölkaptam a fejem, hogy egyik nap 7 liter vizet kell inni, a másik nap fél liter vizet kell enni. Azért ott egy oldalú tud lenni a táplálkozás is, de hát ezt persze ne én mondjam el, majd te. De ott maradt abban a műsorunk, amikor azt mondtad, hogy tömegelés van. És úgy látványosan hát nőttél kerületre, úgy, ahogy kellett, és ezt nem csak az edzésekkel, hanem ugyanúgy táplálkozással is variálod, és aztán utána jött a tömegeknek az átdolgozása, és most itt belegondolok, hogy itt nem évekről van szó, tehát te a testedet alakítod jobbra-balra, kisebbről, nagyobbra, nagyobbról, kisebbre, gyakorlatilag hónapokon belül. Én mindig azon gondolkozom, hogy lehet ez bírni, na de ne erre válaszolj először, hanem akkor mondjuk el, mert tényleg ezek olyan titkok, amiket versenyzőkről nem tudunk, csak látják, hogy milyen gyönyörűek vagytok a színpadon. Köszönjük. De hogy ezt hogy kell elérni valójában? Tehát például a táplálkozásoddal hogy játszol? Igazából ugye megvannak az időszakok. Ugye most mi visszatöltünk, mert ugye nyilván nem lehet a végtelenségig kihasználni a testünket, így kompenzál a test. Most a verseny után, egy héttel, már most sokkal fedettebb vagyok, sokkal borzalmasan fedett vagyok az egy héttel ezelőtti formámhoz. A fedett az azt jelenti, hogy segítsünk, hogy nem annyira látszanak külön az izmaid, mint ahogy látszanak a színpadon. Így van. Hát ugye ilyenkor visszavizesednek az izmok, kötőszövetek alá is ugye bekerül a víz. Ugye a vízhajtás után, ugye egy leszárított test, mikor elkezdünk inni, azért kell szépen piramisba óvatosan lassan inni, hogy ne hirtelen fogjon meg mindent a szervezet, mert képzeljük el, van egy száraz szivacsunk, víz éri, az beszív mindent, és meg is tartja, amit meg tud tartani, mert ugye nyilván ez egy sok a szervezetnek, tehát tényleg
kisajtójuk, úgymond az utolsó cseppvizet is. Nyilván ez el van egy kicsit bagatelizálva, nem az utolsó csepp vízig, de tehát nagyon leszárítjuk a testünket. És az mennyire egészséges állapot? Hát semennyire. Én ezt úgy hívom, hogy egészséges, újraindítom a szervezetemet. Nyilván nem, mert nyilván nem annyira egészséges, de más sportban is vannak olyan dolgok, ami nem egészséges. Na, úgy kell elképzelni igazából, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy ugye mi most visszatöltünk, most ez a november-december arról fog szólni, hogy van egy étrendem, szépen piramisba, tehát a piramis csúcsától, aljától elindultunk, és a csúcsa felé haladtunk, és elhagytunk, letisztítottuk az egész étrendemet, elhagytunk mindent, ezt úgy szépen most lassan visszapakolgatjuk. Tehát elhagytuk mindenem, van a hangsúly, kedves nézőink, de... Ugye egy versenydiéta így épül fel, és utána a versenydiéta utáni időszaknak így kell visszaépüljön, hogy ugye fel tudjam készíteni a testemet a következő tömegelésre, felkészülésre, és utána ugye a formacsiszolásra, ami egy 8 hónapos időszak, 8-10, inkább 10 hónapos időszak, ugye most november-decemberben egy kicsit visszarázódok, megadok a testemnek mindent, amit szeretne. Tehát most jöhet a szénhidrád. Igen, de ugye vigyázni kell, tehát szépen piramisba, mert... nem elízni szeretnél. Persze, persze. Aztán januárban elkezdünk egy kicsit tömegelni, a tömegelés az azt jelenti, ugyanúgy letisztított étrendem vagyok, tehát ugyanúgy ez a sportoló tiszta étrend, nem eszegetünk össze-vissza csülköket, meg mindenféle dolgot, de egy magasabb, egy emeltebb szénhidráton, egy nagyon picivel emeltebb zsíron, tehát nem kalória deficitünk van, ugye, vagy nem annyi kalóriát fogyasztunk, amennyi szükséges a napi fenntartáshoz, hanem annál egy picit többet. Nem annyival többet, hogy elzsírosodjunk, hanem hogy szépen tudjon rakódni, pakolódni az izomzat, mivel az izom, ahhoz, hogy az izom megfelelőképpen épüljön, nem elég leedzeni, hanem kell teremteni neki egy úgynevezett anabolikus közeget, ahonnan a tápanyagot fel tudja szívni, ugye, és tud épülni. Nagyon fontos, hogy nagyon sokat pihenjünk, ugye hagyjuk regenerálni az adott izomcsoportokat, amiket megedzünk, úgyhogy hát elindul egy tömegelési időszakunk januártól olyan májusig, körülbelül május végéig, és akkor május vége, június első egy-két hetében elkezdjük csiszolni a formát. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor onnastól vaskalaposan megkezdődik a versenydiéta, hanem csak elkezdjük csipegetni a dolgokat nagyon finoman, attól függően lőjük be az időpontot, hogy melyik versenyen és mikor versenyzünk. Szívem szakad meg, nagyon fogy az idő, de annyit még mondj el, hogy a verseny előtti időszakban, mondjuk az előtti két hétben mit eszel? Hát, halat, tilápiát, kigyóborkát, jégsalátát, cukkinit, tojás, fehérjét, sárgáját csak este, és ennyi. De ezt változatosan vagy több sóval, vagy kevesebben, vagy borssal, vagy majorannával, vagy nem is tudom, fokhagymával, tehát azért fűszerezni fűszerezünk, de ugyanazt, illetve baszmati rizs, jázmér is. Órákig tudnának hallgatni, de most kénytelen vagyok én összefoglalni, ami kimaradt a beszélgetésünkből, hogy emellett ugye munkahelyeket váltottál, dolgoztál először 16 órákat, aztán vállaltál egy másik munkahelyet, közben tanultál, most már saját vállalkozásod van. Igen. A gyermeked gyönyörű, és jár veled az edzőterembe. Így van. Úgyhogy minden rendben van. Így van, így van. Megyünk előre, nem állít meg minket semmi. Most egy hónap kényszerpihenünk van, ugyanúgy futok, mozgok, tehát jön velem a kislány is, sőt, együtt készítettük el a testnevelés órára a házi feladatot, ugye timelapse-be fel kellett venni, és el kellett küldeni a tanár úrnak, és visszaírta, hogy hát szenzációs, reméli az egész család jól érezte magát, mert ahogy elkezdtünk Jászminnal tornázni, beállt mellé másik két testvérem is, úgyhogy egy ilyen családi torna lett a végére, úgyhogy
megyünk tovább, nem állunk meg. És ne hagyjuk ki, hogy receptjeiddel találkozhatunk a közösségi megosztókon, hiszen minden héten újabb és újabb dolgokat találsz ki, úgyhogy én nagyon-nagyon gratulálok neked. A kollégákat kérem, hogy mutassuk meg még egyszer, hogy hogy is történt ez, honnan indult Lila, és hová jutottál a legutolsó versenyről. Van egy kép, én azt hiszem, hogy ez mindent elárul, úgyhogy gratulálok neked nagyon még egyszer, köszönöm. És köszönöm, hogy itt voltál. Azt kell mondanom, hogy azért vigyázz magadra. Kedves nézőink, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látták. Vendégünk volt Szabó Farkas Lilla. Köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!